Sziasztok! Újabb termékkóstoló Piroska vagyok, most ezúttal a Hey Pretty-t fogom megkóstolni. Itt a komfortzónámból kilépve fogom ezt megtenni, ugyanis a trópusi gyümölcsös ízűt választottam. Általában nekem a trópusi gyümölcsös ízű dolgok nem mindig szoktak ízleni, illetve maguk a trópusi gyümölcsök is nem mindig esnek jól. Szeretem őket, de nem mindig van hozzá kedvem. És ki fogom most próbálni, hogy egy ilyen kicsit komfortzónán kívül eső gyümölcsös ízvilág mennyire fog ízleni nekem. Ezt szándékosan csináltam, mert nagyon kíváncsi vagyok erre, én magam is. Közben elkezdem bontogatni. Az adagolása, már is mondom nektek, 250 ml hideg vízhez kell hozzáadni egy adagot, ami 15 g, tehát ugye egy ilyen mérőkanalasat majd. Gyere le! Ez is nagyon szépen lejött. Szokásos szép hajtogatásom. Elmaradhatatlan. Szuper! És nézzük. Hűha. Hú, azért meg kell dolgozni. Nem bírom kinyitni. Segítség. Jó, aki szeretne Hey Pretty-t fogyasztani, az valamilyen erős férfit is próbáljon meg maga mellett tartani, mert nem akar kinyírni. Ne. Be van ragadva. Nem tudom megkóstolni. Sikerült. Oké. Ha esetleg valaki elustálkodta volna valamelyik edzést, az próbáljon meg egy Hey Pretty-t kinyitni. Garantáltan pótolni fogja az elmaradását. Jó, a Hey Pretty-t nehéz kinyitni. Ezt szeretném itt és most leszögezni, hogy nehéz kinyitni. Nem tudom, hogy miért. A kanál fölül van szokás szerint, úgyhogy örülök. Halljátok? Egy kanálka. Illata egyébként már most jó. Nagyon kellemes, intenzív illata van már a pornak is most. Szupi. Nem merem rázárni. Nézzük. Ú, de jó színe van. Ez eddig szuper. Na nézzük az ízvilágot. Nem nézzük, várjatok. Még keverni kell rajta. Sékert nem hoztam le a kóstolókhoz, úgyhogy szokás szerint meg a késsel matatok, meg bohóckodok. Jó, a Hey Pretty-hez kell a séker is. Szupi. Na most jó. Vagy kicsit nagyobb türelem késsel. Na nézzük. Illatra. Én nem is tudom nektek, hogy milyen illata van. Gyümölcsös mindenképpen, és nem lehet be skatulyázni kimondottan egy gyümölcsös íz, hanem ilyen kellemes gyümölcsös illat jellemzőre. Hú, az nagyon jó. Hát nem is inkább a trópusi gyümölcs, hanem valamilyen mondjuk egy ilyen dinnyés rágú íz jut nekem elsősorban eszemre, vagy leginkább arra hasonlít. Igen. Igen, leginkább egy ilyen dinnyés rágúra hasonlít az íze. Egész más trópusi gyümölcs ízvilága van, mint más trópusi gyümölcsösnek mondott termékeknek általában, és jó értelemben szerencsére. Kapi az abszolút még számomra is szerintem igató lesz. Na menj el szemét, nem még ki kell dobjanak. Én azt gondolom. Érzek rajta valami furcsa ízt, de nem tudom eldönteni, hogy ez azért van, mert én nem annyira vagyok oda a trópusi gyümölcsös ízesítésekért, vagy egyéb okból kifolyólag.
de nem befolyásolja azt, hogy most iható vagy nem iható, én úgy mondanám. Nem lesz a kedvencem maga az ízesítés, de nyilván erre számítottam is. Igen. Viszont ahhoz képest, hogy trópusi gyümölcsös, amit én alapvetően nem annyira szoktam szeretni az ilyen ízesített dolgoknál, ahhoz képest viszont finom, iható, tetszik az íze, és biztos vagyok benne, hogy el fog fogyni. Ennyit tudok nektek így mondani erről a termékről. Annyi, hogy nekem a feloldás nem igazán sikerült, elég csomós lett, de hát nyilván séker kéne hozzá, és abban kéne elkészíteni, és ez nagyban segítene azon, hogy ne legyen csomós a termék. De az ízesítése az végső soron nekem tetszik, még így is, hogy direkt olyan az ízvilág, amit én nem annyira szoktam általában kedvelni. Remélem, hogy tudtam nektek ezzel a videómmal is segíteni, legyen szép napotok, és folytatjuk a következő termékkel. Sziasztok!